Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit. Mint láthatják, a Vikken már felvette őszi ruháját. Az ízléses dekorációról hamarosan Szabó Veronikával beszélgetünk. Megmutatjuk, hogy milyen volt az első nyíregyházi állatkertek éjszakája, és a Petkupáról is szó lesz. Először azonban még egy kis Vidor Fesztivál, hiszen ennek keretében nyílt kiállítás a Szinbád Színház Történeti Rendezvényteremben, Pogány Gábor Benő Munkácsi díja szobrászművész munkáiból. Néhány éve Szepesi Béla barátom meghívására kerültem a Nyíregyházi Egyetemre szobrászatot és anatómiát tanulni, és hát úgy ismerkedem a várossal, és kultúrafogyasztó emberként itt a színház környékét is végigjártam. Aztán kiderült, hogy a Barabás Botond Szigligeti színházigazgató barátom, ő a Móricz Zsigmond színházigazgatójával, Kirják Róberttel, munkatársak a Vidéki Színházak Szövetsége kapcsán, és beszélgettünk Botonddal, és neki elmondtam, hogy ha beajánlana, akkor én szívesen csinálnék itt egy kiállítást, mert tudtam, hogy van a Vidor Fesztivál, és eljöttem, beszéltünk az igazgatóval, és örömmel vette, hogy szeretnék részese lenni ennek a fesztiválnak. Egy irodalmi merítést szerettem volna válogatni, mert hozzám közel áll. Tehát, hogyha én a szobrászaton belül elgondolkodok, akkor alapvetően mindig irodalmi indítatásúak a munkák. Szoktam is mondani tanítás közben is, hogy a szobrászat az anyagba zárt költészetnek kell, hogy legyen, mert ha nem az, akkor nem fog föléledni az anyag. A többi, azt pedig úgy gondoltam, hogy ami ebben a térben, mert egyszer körülnéztem, és úgy gondoltam, hogy egy olyan 10-12 szobor az, ami jó arányokkal tudná megtölteni ezt a teret, akkor megbeszéltük, hogy itt lesz közben más előadás is, be lesz rendezve a nézőtér, és akkor abba maradtam az igazgatóra, hogy egy olyan 10-12 szobor, meg néhány megvalósult köztéri szoborról hozok fényképet. Így is kettőt vissza kellett tegyek az autóba, úgyhogy úgy éreztem, hogy az mások lenne. Pogány Gábor Benő műveiből 2017-ben Felmenők címmel született egy művészeti album, amely összefoglalja az alkotói munka elmúlt 30 évét. Ez egy válogatás, úgy éreztem, hogy több mint 30 év után, amit a pályán eltöltöttem, kellene egy összegzést csinálni, és ez a könyv ez így született. Kicsit eltér a megszokott művészeti albumoktól azzal, hogy négy olyan írás is van az elején, ami segíti az olvasót rá hangolni az én szobrászatomra. Ha már nekifogtunk, akkor ezeket több nyelven lefordítottuk, hogy máshol is, ha ajándékba adok egy ilyen könyvet, akkor külföldön is olvasható legyen. A képek az remélhetőleg nemzetközi nyelven vannak. Itt visszatérnék arra a kérdésre, hogy nincsenek címek. Igazából azt hiszem, hogy
igaz, az szokták nekem mondani, hogy akiknek tetszenek a műveim, hogy milyen jó, hogy itt nem kell megmagyarázni, hogy miről szól, mert a szobrok önmagukért beszélnek, ezért azt gondolom, hogy tényleg nem hiányzik, hogy oda legyen írva, hogy melyiknek mi a címe. Én egy természetelvű szobrász vagyok, ahogy ezt mondani szokták. Engem a teremtett világ lenyűgöz és inspirál is. Kiállítás a Színbad rendezvénytermében 2024. októberéig tekinthető meg. Hamarosan folytatjuk a Vidor visszatekintést, előtte viszont, ahogy ígértem, vendégünk Szabó Veronika, aki ismét nagyon elegáns, finom díszletet varázsolt a Weekend stúdiójába. Szia, jó estét! Jó estét, üdvözöllek, üdvözlöm a nézőket is. Hát mi már készülünk a következő évszakra, bár ugye ez a szeptember még a 30-35 fokos hőségeivel azért mégiscsak a nyarat idézi, de egyébként most már tényleg lassan benne vagyunk az őszbe, úgyhogy legalább gondolati szinten szerintem nem árt, hogyha felkészítjük a nézőket, ha azt szeretnék, hogy ők is kövessék az évszakváltást, és mondjuk valamilyen szinten szeretnének trendi vagy divatosak lenni a lakberendezésben is. Egyáltalán beszélhetünk itt trendiségről, vagy divatosságról, vagy azért inkább ez egyfajta szenvedély, és mindenki megtalálja azt a hangulatot, amit az adott évszak jelez. Szerintem mind a kettő igaz lehet, hiszen vannak különböző korszakok, ismerjük a 70-es évek, 80-es évek lakberendezési stílusait, ismerünk most a mostani divatos különböző lakberendezési trendeket, vannak ugye az industriális, tehát nagyon-nagyon sokféle lakberendezési trend van, és ezekben minden évben, minden évszakban azért bekerülnek az adott divatszínek is. Most az ősz az nem hazudtolja meg magát, tehát az őszi divatszínek azok ezek a klasszikus őszi színek, tehát egy kicsit rezes bronz színek, tehát a sárga réz, a vörös réz, a bronz, illetve a rózsabor színei, amik megjelennek most, tehát egy picit vöröses árnyalatok jelennek meg az őszi színekben. Itt is, ahogy látjátok, ezt hoztuk most el nektek a stúdióba. És ugye van az évnek is egy adott színe, ami szintén illeszkedik most. Szépen össze lehet hangolni az évszínét, a barackbihét ezekkel a színekkel, illetve a natúr kiegészítőkkel, tehát a natúrfa kiegészítőket. Az asztaldíszben, amit készítettünk nektek, ez egy natúrfa volt, amit viasszal, bronzszínű viasszal és egy pici arannyal megbolondítva átkentünk. Ettől egy picit, bocsáss meg, fényesebb lett, vagy? Így van, fényesebb lesz. Ezt fel lehet finom ruhával, vagy pedig ilyen papírral, ilyen finomabb papírral fényesíteni, és akkor ilyen egy picit ilyen kerámia hatása lesz, de mégis a fa is erezete is átlátszik, tehát ez egy kicsit érdekessé lehet tenni egy natúr kiegészítőt, de a sima natúrfa kiegészítőkkel is nagyon jól mutatnak. Meg hát ugye ápolja is a fát, gondolom. Így van, tehát egy hasznos, hiszen vízlepergető, tehát törölgetni lehet, mosogatni azért nem ajánlott, de törölgetni lehet nedves ruhával is. Illetve a mágubó, ami visszatér most a mostani dekorációban barackpihére festve, egy pici aranyszúró gyöngyökkel, és az ősznek a slágerelt már tavaly évben is, és az idén is, azok a gyertyák, a különböző illatgyertyák, illetve a natur gyertyák. És ezek aztán maradnak téren, és ugye, hogy az ember végig fényt szeretne, meg melegséget, meg egy kis illatot, akkor ezekkel tényleg még lehet azt mondani, a legkopárabb teret is egy picit
meleggé vagy otthonosabbá lehet tenni. Egy picit térjünk már vissza ezekre a természetes növényekre, amit színeztek. Ez milyen technikával? Mert nyilván nem ecsettel festegetitek. A mangóból az ecsettel van festve, tehát az hagyományosan ecsettel. A másik dekorációval lévő az alapból ilyen színű, tehát azt eleve megfestve kapjuk és azt készítjük el, de lehet textilfestékekkel nagyon jól festeni a natur színűeket. Tehát a textilfestékekkel ecsettel is lehet festeni, de természetesen egy más hatást tett egy a festék azon, az sűrűbb a festék és jobban meg fog rajta maradni, és a textilfestékkel belemártva lehet színezni még. Ezt meg lehet egyébként nálatok tanulni, hogy hogy kell? Úgy, hogy ne ázzon mondjuk el az egész alapnövényzet, vagy tényleg szép készen legyen. Készen lehet nálunk kapni ilyen készeket, tehát ami már eleve színezett készeket, hiszen ez egy hosszabb folyamat, tehát ez nem biztos, hogy egy workshop keretében ezt érdemes, tehát ez nem lesz rögtön kész, és nem rögtön vihető, tehát ez egy hosszabb folyamat így megszínezni. De mondjuk például akár egy ilyen dekorációt mondjuk egy workshopon el is lehet készíteni, gondolom. Így van, tehát egy őszi asztalléz, egy őszi dekorációt el lehet készíteni, illetve gyertyákat is lehet, gyertyaviaszokat, natur gyertyaviaszokat kapni, hagyományos parafin, illetve az újabb, sokkal környezetbarátabb szója és repceviasz, illetve sokkal jobban égő recce viaszgyertyákat, ami füstmentesen ég, illetve teljesen el lehet égetni, nem marad meg, ugye, ahogy régebben a gyertyáknak a közepe kiégett, a széle pedig megmarad, ezeket gyertyák jobban hasznosíthatók. Meg ezeket gondolom lehet illatosítani mindenféle illóolajjal, és akkor az égés folyamán felszabadulnak ezek a nagyon kellemes, klassz illatanyagok. Igen, ez jó is, hogy említetted, mert nem mindenki tudja, hogy miért divatosak mostanában ezek a szója gyertyák, és mondjuk miért kerülnek esetleg többen, mint a hagyományos gyertyák, akkor ez a magyarázat rá. Így van, hát az előállítási költsége is természetesen más-más módon készülnek, de nagyon drágák általában ezek a különlegesebb gyertyák, de ezt el is lehet készíteni, hogyha valaki szeretné. Ott is meg tudja hozzani. Ha jól értem, akkor kezdjünk el áthangolódni, de azért ez még nem a tökös díszek ideje, ez ugye? Azzal még várni kell. Úgy gondoltam, hogy még ez a nagyon forró nyárból kell egy átvezető időszak, és még nem a tököknek az ideje. Az majd a novemberi, október közepe vége, novemberi időszak, amikor már ez következik. Akkor még több gyertyára lesz szükségünk, és mindenféle egyéb dologra, bájitalokra, meg sok minden másra, hogy átvészeljük azt, amit, hát ilyenkor, amikor nagyon melege van az embernek, akkor nehéz elképzelni azt az érzést, de hát ez is be fog köszönteni, úgyhogy várunk majd akkor, amikor egy picit hangolódunk tovább. Ezeket az információkat pedig köszönjük szépen, és hát a csodálatos berendezést. Köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, mi pedig két bejátszás erejéig még visszatérünk a 2024-es Vidor Fesztiválra, kezdjük Szinetár Dóra életrajzi stand-up estjével, amely az Egy életem címet kapta. A színésznő mesélt karrierjéről, amely gyerekkorában kezdődött, legkedvesebb szerepeiről, és számos családi történetet is megosztott a nézőkkel. Hogyan született meg ez az előadás Lévai Balázs rendezésében? Balázsnak volt egy olyan ötlete, hogy szeretné ezt a műfajt Magyarországon meghonosítani, ezt az életrajzi stand-upot, mert hogy eddig nem nagyon volt ilyen est. És az első az Grecsó Krisztiánnak készült, én voltam a második, és a harmadik volt Mucsi Zoli. Én nagyon meglepődtem, amikor engem a Balázs megtalált, mert én nagyon régóta gondolkodtam azon, hogy szeretnék valami ilyesmit csinálni, de fogalmam nem volt, hogy a Balázs ezt egyrészt honnan találta ki, másrészt miért gondolja, hogy én erre alkalmas vagyok. És tulajdonképpen maga a dolog az ugye úgy alakult ki, mivel hogy ez nem egy irodalmi mű, ugye, hanem ez tényleg az én életem, hogy mi leültünk, én elkezdtem neki történeteket mesélni, és ő szemezgetett belőle. Azt mondta, hogy ez jó, ez maradjon, ez nem kell, ez legyen rövidebb, ehhez még mondjál valamit. És akkor egy pár hét beszélgetés alatt összeállt tulajdonképpen ennek az esnek az alapja, amit aztán nyilván én nagyon sokat cizelláltam magamban, és azt be kell valljam, hogy az elmúlt hónapokban azért sokat változott ez az előadás. Tehát az eredeti, amit a Balázsral csináltunk, az egy alap volt,
és ahogy elkezdtem mondani, és elkezdtem figyelni a nézők reakcióit, meg a saját megéléseimet, hogy milyen nekem ezeket a történeteket mesélni, azért volt egy-kettő, amire azt mondtam, hogy én ezt nem akarom, és volt egy-kettő, ami eszembe jutott, és azt mondom, hogy ez de jó lenne elmondani. Úgyhogy azért változott azóta, de a dolognak az alapja az mégiscsak az, amit így együtt végig beszéltünk. Gondolom a családról is beszél, és ők hogyan fogadták ezt, hogy esetleg az ő nevük is elhangzik, vagy velük kapcsolatos sztori? Az egy fontos dolog ezzel az előadással kapcsolatban. Sokan azt gondolják, akik eljönnek, vagy akikkel beszélgettem róla, hogy hát ez egy ilyen bulváros mesélés arról, hogy mi történt velem a magánéletemben az elmúlt 47 évben, de azért nem. Tehát, hogy nyilván ez egy színházi előadás, és az én életem, az ugye az én életem összes történéséből áll, szakmai történésekből, olyan magánéleti történésekből, aminek én mondjuk egy eszenciáját mesélem, vagy egy történetnek egy kis részét, ami érdekes. De hogy ez nem egy olyan, nem olyan, mint egy életút interjú, hogy most akkor leülök és elmesélem, hogy a születésemtől kezdve mostanáig minden történt velem. A családom nyilván szóba kerül, mert hogy kihagyhatatlanok az én életemből. De én azt gondolom, hogy én nagyon megpróbáltam őket is csak olyan mértékben és olyan minőségben ide citálni erre az estre, amennyi az egy színházi előadásba való, és amennyi a nézőkre tartozik abból, hogy ők az én családom. Milyen érzés egyedül a színpadon, ilyen hosszú ideig, mert ugye ez másfél óra körülbelül? A bátorságot, hogy ezt csináljam, az tulajdonképpen az adta, hogy azért én most már egy bő 10 éve egyedül járom az országot koncertekkel, és arra kellett rájönnöm szép lassan, hogy én nagyon szeretek énekelni, de konferálás címén én egyre többet beszélek. Úgyhogy amikor mondjuk azt kérik, hogy csináljak egy egyórás koncertet, abból én 40 percet beszélni szoktam, és 30 percet énekelni. És szeretik az emberek. Tehát, hogy én azt láttam, hogy egyrészt a dalokat is szívesebben meghallgatják, hogyha én elmesélem, hogy mi közöm van hozzá, vagy hogy nekem miért fontos. Másrészt van egy adottságom, azt hiszem, mert ez nem egy tanult dolog. Tehát én ebbe soha nem fektettem se időt, se energiát, ezt a jó Istentől kaptam, hogy tudok nagyjából nyomdakészen fogalmazni, akkor is, hogyha éppen az aktuális saját gondolataimat mondom, ami egy szerencsés dolog, mert nincs bennem ilyen fajta druk, hogy most akkor hogy érek a mondat végére. Nagyon szeretek beszélni, és nagyon szeretek mesélni. Úgyhogy nekem ezzel nincs problémám, hogy én egyedül állok a színpadon. Sőt, azt hiszem, hogy ez sem egy jellemző dolog. Az est elvileg másfél óra, volt, hogy 2 órára földagadt, és akkor már úgy rászóltam magamra, hogy hát azért ezt mégsem lehet, tehát nekem inkább arra kell figyelni, hogy minél előbb abba hagyjam. És miért gondolta úgy, hogy nem csak Budapesten fogja ezt előadni, hanem vidéki városokba is elhozza, mint például itt most Nyíregyházán? Ahogy mondtam, az elmúlt évek alatt, amióta én egyedül lépek fel, azóta ezt azért zömmel nem Budapesten szoktam tenni. Egész más a budapesti közönség, a budapesti közeg, mint sok más felé az országban. Azt kell mondjam egyébként, hogy tájegységenként változik, hogy miféle nézők vannak tényleg. Hát nem mindegy, hogy hova megy az ember, de hát én mindig is azt gondoltam, hogy az én otthonom, ez az ország, nem az a város, ahol én éppen élek, és ahol az én anyanyelvemen értik, amit én mondok, ott én nagyon szívesen megyek és mesélek. Ráadásul ez egy ilyen furcsa vízfejű ország, és én azt tapasztaltam, hogy minél messzebb megy az ember, annál jobban örülnek neki, és azért nyilván nekem is jól esik az, hogyha már eleve örülnek annak, hogy jöttem. Meg hát ez egy érdekes dolog, hogy a budapesti emberekben sokszor van valami fajta gőg, vagy nem is tudom én micsoda, azt gondolják, hogy ők úgy is tudják. Most én miért meséljem el? És sokszor azt látom, hogy ha az ember kilép akár csak a város határból, tehát most mindegy, hogy hány kilométert halad onnan, akkor rögtön kicsit kíváncsibbak. Tehát valahogy elfogadják, hogy azért nem ismerek én egy másik embert, hiszen attól, mert valamit olvasok a másikról az újságban, vagy az interneten, vagy valahol, az még nem azt jelenti, hogy én ismerem az ő életét. És én nagyon szeretném, hogyha minél többen megismernék az én történeteimnek azt az olvasatát, ami az enyém. Grecsó Krisztián és Mucsi Zoltán estjét látta esetleg? Nem láttam. Ez nyilván egy elvi kérdés, és sokat gondolkodtam, hogy megnézzem-e. Igazából tulajdonképpen hülyeség, hogy nem néztem meg, hiszen ugye hát, nyilván ők az saját életükről mesélnek. Nagyjából tudom is, hogy mit, mert amikor annak idején Balázsra dolgoztunk, azért is sokat mesélt arról, hogy a Krisztián
estjében mik kerültek bele. Tervezem egyébként, hogy most már előbb-utóbb meg fogom nézni, de addig, amíg olyan friss volt nekem ez a történet, addig úgy voltam vele, hogy nekem van erről egy elképzelésem, hogy mit jelent az, hogy önéletrajzi stand-up, és én nem akartam, hogy engem ebbe befolyásoljanak, de majd megnézem. Második alkalommal rendeztek zsidó gasztronómiai fesztivált Nyíregyházán. A kultúra értékei és szokásai mellett a kóser konyha különlegességeit is bemutatták az érdeklődőknek, erről következik most egy összeállítás. A második zsidó gasztronómiai fesztivál idén is többet adott annál, mint hogy finomabbnál finomabb ételekkel töltsük meg a hasunkat. Pódiumbeszélgetések, zene és egy fotókiállítás is eszközéül szolgált annak, hogy egy számunkra idegen világban kicsit otthonosabban érezzük magunkat. Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó esemény, és helyes, hogy egy hagyományteremtéssel egy gasztrofesztivált hoz létre a nem nagy számú, de ugyanakkor nagyon aktív zsidó hitközség itt Nyíregyházán, de ez túlmutat valamin. Mutat is valamit, meg túlmutat. Egyrészt lehetőség nyílik arra, hogy a közösség tagjai ilyen formában is találkozzanak. Ez egy alkalom, de ugyanakkor nem csak egymással, hanem a város társadalmával is. Nyitottak a kapuk, bárki bejöhet ide, bárki ismerkedhet, nem csak a zsidó ételekkel, hanem esetlegesen ennek a közösségnek a történelmével, hiszen a háború előtt egy több ezeres közösségért, zsidó közösségért, több templommal rendelkezve ebben a városban nagyon sokat tett ez a közösség, nem csak önmagáért és a zsidóságért Magyarországon, hanem a városért is. Mondok egy példát, a közösségnek az egyik rabbi, a Bersenyi Béla, aki egy kiváló talmudtudós volt, az a város vezetésének és vezető testületének is tagja volt több évtizeden keresztül. Nem hiába neveztek el erről az emberről, a város egyik legszebb terét nevezték el. Tehát volt egy nagy történelem. Aztán 1944-ben, mint a magyarországi vidéki zsidó lakosságnak a nagy részét, elfújta innen, finoman kifejezve, a történelem. Auschwitzba ártatlanul haltak mártírhalált nagyon sokan. Körülbelül a 10% jött vissza a poklok poklából, munkaszolgálatból, és alakította újjá a közösséget, vagy folytatta mindazt, amit az elődök elkezdtek. A mai közösség pedig ezt próbálja továbbvinni. Úgy, hogy ilyen formában is megpróbál hasznos tagja lenni a városnak, hasznos tagja lenni a magyar zsidó közösségnek, építi, renoválja a zsinagógáját, különböző kiállításokat szervez, különböző vallási ünnepeinket megülik, és nem hagyják, hogy a láng kialudjon. Amikor azt mondjuk, hogy a mai Izrael, akkor azért egy kicsit kérdéses az, hogy ezek a képek mikor készültek. Már csak abból a szempontból is, hogy teljesen más volt itt állni egy évvel ezelőtt ilyenkor, és ugye tudjuk azt, hogy mi dúl éppen a világban. A képeken olyan
olyan dolgokat látunk, ami többnyire arról szól, hogy itt mosolygós, helyes emberek vannak, még akkor is, ha nők és gépfegyver van a kezükben. Ami a képen látszik, az a valóság. Én is voltam már néhányszor Izraelben. A viszontagságos helyzet ellenére egy nagyon életigenlő kultúra az izraeli, és nagyon szeretnek élni. Van egy kifejezésük, a tikun olam, az azt jelenti, hogy jobbá tenni a világot. Tehát ők mindig azon vannak, hogy a világot jobbá tegyék, és számunkra volt, hogy én is feltettem a kérdést idegenvezetőnek, hogy hogy van az, hogy ennyire vidáman tudnak élni ilyen viszontagságos körülmények között, és azt mondta, hogy hát a helyzet rákényszerít bennünket. Most itt eszembe jut a bécsi főrabbinak a mondata, amikor megszállták a nácik Bécset, akkor azt mondta, hogy a helyzet reménytelen, de nem komoly. Tehát ez is kifejezi azt, hogy mosolyogni ők mindig tudnak. A képeken nagyon sokféle élethelyzetet látunk, ugye képriportok. A siratófaltól egészen a piacon vásároló katonalányokig. Mégis azt gondolom, hogy ha az ember megtapasztal mondjuk egy péntek délutánt Izraelben, Jeruzsálem környékén, akkor azért nem azt kapja, mint itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében vasárnap reggel, amikor mindenki egy helyre igyekszik. És ez azért nagyon sokszor kelthet feszültségeket. Bele lehet ebbe szokni? Ahogy a példa mutatja, ők beleszoktak ebbe. És nagyon érdekes tényleg, ha már a péntek délutánról beszélünk, hogy pénteken megáll az élet, péntek délután mindenki siet, és egyszer csak a buszok leállnak, a villamos leáll, szépen hazamennek, egy nagyon családcentrikus kultúra egyébként az izraeli, mindenki hazamegy a családjához, és olyankor megszűnik a munka, nem mennek a tömegközlekedési eszközök, egyszer alig tudtam hazajönni pontosan emiatt, mert ezt nem kalkuláltam bele, és át kellett jutnom Tel Avivba, Jeruzsálemből, aztán akkor szembesültem ezzel, hogy akkor ez most hogy. Na aztán az arabok ugye akkor még vezetnek attól taxit, hogy szombat van, de hát valóban nagyon, tehát nagyon más kultúra. Keletnek és nyugatnak a találkozása, és tényleg látunk európai arcú embereket, de ugyanakkor látunk tipikus ázsiai vagy afrikai fizimiskával rendelkező embereket. Hát nem véletlenül nevezik Izraelt is a népek olvasztó tégelyének. A zene az ő életükben mennyire fontos? A zene kulcskérdés az életükben, mert eleve az Isten dicsérete, ami számukra egy nagyon fontos dolog, mindig is fontos volt évezredek óta. Nekik ugye még annak idején a jeruzsálemi templomban is a léviták kórusa énekelt, miközben áldozatot mutattak be, és a zene szeretet az mai napig megmaradt. És egyébként a modern hangszerekkel is zenélnek, és vannak ilyen ortodox együttesek. Hiszik vagy sem, még mindig tartogatunk színházi beszélgetéseket a Vidorról, de ezeket már csak a jövő héten mutatjuk meg. A Weekend második részében ugyanis a Petkó Pályé lesz a főszerep, maradjanak velünk. Üdvözlöm újra a Weekend nézőit! Tudják, milyen fejedelmi lakomát kapnak a sivatagi rókák a nyíregyházi állatparkban? Vagy hogy mennyi idő után kelnek ki a cápa bébik a tojásból? Akik részt vettek az állatkertek éjszakáján, azok már biztosan tudják, de a következő összeállításból önök is választ kapnak ezekre a kérdésekre. Keresd a sarki fényt! Természetesen az év szenzációja, a jégkorszak bemutató köré épült Nyíregyházán az első állatkertek éjszakája programja. Így hát nem meglepő, hogy egy közel 3 méteres jegesmedve invitál minket éjszakai kalandokra a nyíregyházi állatparkban. Mi minden történhet egy állatkertben éjszaka, amit nappal nem látsz? Hát, az, hogy sokáig fent lehetünk este. A látogatók betekintést nyerhettek az állatkert mindennapjaiba, a háttérben dolgozó munkatársak pedig bezsebelhették a rengeteg elismerést munkájuknak azon részéért, amely a nagy közönség előtt eddig rejtve maradt. Szerintem itt egy csapatként együtt nagyon izgatottak vagyunk, fáradtak, hiszen hetek óta készülünk erre az eseményre. Ez egy kulisszatitok, hogy már több főpróbánk is volt, hiszen nagyon fontos számunkra az, hogy az állatok is jól érezzék magukat, a világítást is az alapján alakítottuk ki. Varázslatos éjszaka, nyilván vannak különféle rendezvények, zsonglőrök, énekesek, illetve tűzsonglőrök is. Ez
mindenképpen a kulisszák mögé is bepillantást szeretnénk engedni, úgyhogy most éppen a takarmánykonyhá belsejében vagyunk. Tudják meg a vendégek, hogy milyen komoly munka folyik itt egy 6 tonnás elefántnak, mi a napi takarmánya, vagy milyen ínyences karlát, ibisz vagy a krokodil tejú. Emellett betekintésnél engedünk a cápa bölcsödébe is, és aki esetleg a gyalogos út mellett szeretne kocsikázni, a Night Safarin ezre is lehetősége van. Szebb dallamok nem is kísérhetnék egy új élet születését az állatkertek éjszakáján. Kis hián, a szemünk előtt bújt ki a tojásból egy aprócska cápa bébi. A nőstény macska cápánk egyébként 2 tojást rak le egyszerre, illetve ezt nagyjából 2 hetes időintervallumokban tette meg minden alkalommal, úgyhogy szépen ültek a tojások, mióta ide került hozzá. Nagyjából olyan fél év, 8 hónapra bújnak ki az első tisztelkák, hogyha minden jól megy. Ebben aztán igazán van mindenféle. Ki fogyasztja el holnap reggel ezt a csodálatos kompozíciót? Ez a sivatagi rókáinknak a takarmánya, a napi takarmánya. Ők ugye a természetben rengeteg állati fehérjét fogyasztanak. Itt mi pótoljuk nekik ezt főtt tojással, túróval, különböző rovarelességekkel, sáskával. Ezt ugye akár élve is odaadjuk nekik. És akkor nekik kell összefogdosni a kifutóban, ez tulajdonképpen a környezetük gazdagítását is szolgálja, elfoglalja őket egész nap, nem olyan unalmas a napjuk. Kapnak még gyümölcsöket, kapnak még rágcsálókat, kapnak még napos csibét, és húsfalatokat is szoktunk nekik adni. A szarú nem. Igen, de úgy képzeld el, hogy az állat élete végig lő folyamatosan a szarú. Az aggancsot minden évben elhullajtja az állat, az aggancs az csontból van, maga a tülök, amiről beszélünk, amit mondtunk is, az meg szarúból. Oké? A szarú az egy... gyakorlatilag nézzük meg, hogy a szarú az mi helyezkedik el. Nézzük egy másikat. A szarú az egy szartő helyezkedik el, úgy, mint itt tett a szürke marhának. Gyakorlatilag ezen helyezkedik el maga a szarú. Maga a tülök. Látod? És ezt az állat nem hullajtsa el, az aggancsot pedig azt elhullajtsa. Minden évben egyszer. Ez az aggancs, amit itt látunk, ez milyen aggancs? Ez szarvas. Sapkádból ítélve nem először vagy itt az állatkertben. Hát, ez igaz, már többször is voltam zósuliban. És amúgy nagyon jó. Mutattak be nekünk csontokat, gepárdbőrt. Az állatok amúgy ennek az állatparknak a fele éjszakai állatos, és nagyon sok hangot hallani itt. És ez nagyon érdekes, sok a program. És mi szeretnél lenni, hogyha fölnősz? Állatorvos. Különleges volt az idei PET kupa, hiszen a kalózok most először 2 folyót, a Bodrogot és a Tiszát is tisztították. Sárospatakról indultak és Tiszalökig hajóztak. Az egyik megállójuk Rakamaz volt, stábunkot látogatta meg a lelkes hulladékgyűjtőket. Én feladatom minden reggel megállapítani, hogy merre folyik a folyó. Reggel lemegyek, megnézem és közlöm a csapatokkal, hogy mert nehogy a másik irányba induljanak el. 5. Bodrogi, a 12. Tiszai PET kupát ezennel ünnepélyesen megnyitom. Elrajtolhat a mezőn. Ide a szeméttel, pakolj ki, és mit lerenjek a hajót.
Ez egy speciális verseny, mert idén összevontuk a Bodrogit és a Tiszai versenyt, így lett ez a főfutam. A Bodrogon 5. alkalommal, a Tiszán 12. alkalommal vagyunk, mert a fő cél, mint mindig, minél több szemetet szedjünk ki. Most így, hogy két folyót is érintünk, nem csak két folyót, de súlyosan szennyezett területeket is, úgyhogy nagyon sok szemetet várunk ettől a versenytől. Ez egy játéknak indult. 2013 nyarán 4 hajóval indultunk, és tulajdonképpen az egésznek egy természetfilmes stáb volt a kezdeményezője, akik előző évben, ha jól emlékszem, a Tiszavirágról forgattak, és azt tapasztalták, hogy az Ártébe recseg, ropog az altalaj, tele van a talaj petpalackkal, és elhatározták, hogy jövőre elkezdjük összeszedni. A 4 csapat akkor Tivadarból indult, és egészen Cigándige vezett. Bár borzasztóan hosszú volt az út, a lelkesedést nem törte meg. Az első 4 csapatból 3 még most 2024-ben is vízre szállt. A lényeg az, és ez ma is így van, hogy ezek a tutajok, ezek a hajók, amin 4-6-8 ember utazik, ezek petpalackokon úsznak. Ez nagyon fontos, mert ide nem lehet csónakosra épített hajókkal jönni. Petpalackokon úsznak, 800, 1000, 1600 palack föl van fújva, egy zsákba betéve, és arra építve egy fedélzet. Ezen úsznak ezek a tutajok, vagy hajók, ahogy mi hívjuk, és hát minden hajónak van egy csapata, egy legénysége, és ez a legénység kiegészül 2 kenuval, ezek a deszant egységek, ők kimennek a partra, összeszedik zsákba a hulladékot, egyébként mindenféle hulladékot, nem csak PET palackot, hát itt lehetne egy kiállítást csinálni, hogy mit találtunk már a hajasbabától az injekciótűig és az irodai széktől a WC deszkáig minden van, de mi mindent összeszedünk, és aztán szelektálunk. Szóval a kenukkal mennek ki a csapatok, az emberek kiszedni össze a szemetet, és a PET hajókon meg alapvetően szelektálják szét. Szóval a kenukkal kikötnek, összeszedik a szemetet, és a kenukkal elviszik ezeket a PET hajókra, ahol meg szét van szelektálva, és alapvetően a PET hajókról adják át a nagy anyahajókra, mint például a Logika, ami majd itt fog befutni mögöttem. A nagy hajókról csatárláncban jutnak el a zsákok a válogatóhoz. A platón 8 méter hosszú és 3 méter széles, ezen közel 20 ember 7 frakcióba válogatja a hulladékot. Hallottunk már nem magyar szavakat is. Lehetséges, vagy mondhatjuk akkor azt, hogy a PET kupa egy nemzetközivé nőtte ki magát? Időközben azért mondanám, hogy igen, egyre több nemzetközi kapcsolatunk is van. Itt például most Erasmusos önkéntesek vannak, akik segítenek nekünk közben. Őket hogyan lehetett bevonni ebbe a rendezvénybe? Alapvetően a szelektálással segítenek nekünk, mivel délután érkeznek meg, és akkor a friss energiájukkal ott nagyon jól tudnak segíteni nekünk. Van bármilyen megkötés, hogy ki az, aki jelentkezhet ebbe a családias csapatba? Ha egészséges az illető, akkor tulajdonképpen nincs megkötés. Van itt egy 1 éves baba, az én unokám itt 2 éves, már tavaly is itt volt. Szóval ilyen értelemben nincs megkötés, ha egészséges és szívesen jön, az a megkötés talán, hogy kényszernek ne érezze, hanem önként jöjjön, jó kedvel, jó csapatba, szívesen, ez a lényeg. A többi az itt kialakul ebben a jókedvű közegben. Lesz még jövőre is munkája a petkalózóknak? Mi volt most a tapasztalat? Jön még hulladék? Az, hogy jön vagy nem jön, azt ilyenkor nem látjuk, mert jobban lehet látni, amikor még a lomb nem fakadt. Azon kívül az áradással jön a hulladék, tehát én úgy gondolom, hogy lesz munka. A Magyarországon bedobált PET palackok száma le fog csökkenni, mert azt vissza lehet váltani 50 forintért, de egyébként nagyon egyetértek ezzel a lépéssel. Vissza lehet, de amit szedünk, annak a zöme nem Magyarországról jön, hanem jön Szlovákiából, Ukrajnából főleg Ukrajnából, a Bodrogon Ukrajnából jön, de a Tiszán magán is Ukrajnából jön, mert
ott a Huszt fölötti részen, Rahó, arról a részről rengeteg jön. A partokra borítják le teherautókkal, tehát jön még. Tehát továbbra is szükség van az új, lelkes és szorgos kezekre, ahogy a veteránokra és a több éve visszajáró fiatalokra is. Én 4 éve csatlakoztam, ismerősökön keresztül hallottam a Petkupáról, és azóta itt vagyok, és nehezen tudom elengedni. Most Külföldre megyek ki tanulni, de szerintem vissza fogok járni Petkupákra, mert nekem ez nagyon fontos. Vissza tudsz emlékezni az első évedre, hogy ott milyen élményeket gyűjtöttél, milyen érzés volt a legelsőn részt venni? Nagyon döbbentő volt. Én rögtön az anyahajóra kerültem fel, ahol a fáradt csapatokat szolgáltuk ki mindennel, és akkora volt a nyüskés, hogy nagyon-nagyon beleszerettem. Megdöbbentő volt, hogy mennyi szemét van kint az ártérben. Szóval emlékszem arra, amikor így nagy szemétszigeteket láttam, akkor így meghökkentem, hogy ezért erre nem számítottam. Ennek a rengeteg szemétnek, hulladéknak, amit összegyűjtenek a petkalózók, mi lesz a sorsa? Elszállítatjuk, ezt is mi szervezzük meg. Az újrahasznosítást már nem mi szervezzük meg, mert az egy ipari feladat, de azt, hogy ezek szét legyenek válogatva, és a megfelelő helyre kerüljenek, az még a mi dolgunk. Az indulásnál volt egy tippverseny is. Te mit tippeltél, mi lesz a végső összegyűjtött mennyiség? Én 17,1 tonnát tippeltem. Nem állok rosszul. Tudnélik, tegnap ugye volt 7,8 tonna, én úgy gondolom, hogy ma is szedtünk annyit, hogy a 10-et átlépjük, mondjuk 11 tonna. Itt a következő szakaszon tavaly előtt vagy 3 éve egy nap alatt 5 tonnát szedtünk, az már 16. Az utolsó 10 kilométeren talán egyet-kettőt azért csak szedünk, tehát 16-18 óra még mindig, tonna még mindig elképzelhető, drukkolok, hogy gyerjek. A megfáradt csapatok már otthon vannak, így az összegzésre videóhíváson keresztül kértük meg a versenyigazgatót. A bodrog nagyon szennyezi a tokai alatti területeket, így nem volt meglepő, hogy 5,5 nap szedés alatt 17,5 tonna hulladékot sikerült összegyűjteni a két folyóból, annak bizonyos részeiből. Ugye Sárospatak és Tiszalő között került megrendezésre ez a verseny az idén, és nagyjából 320 fő az, aki megfordult a rendezvényen, 13 csapat indult, és ez az eredmény, ez a 17,5 tonna, ez azt mutatja, hogy a szervezők jól döntöttek, hogy erre a területre hozták a rendezvényt, hiszen a tavalyi bodrogi kupának az eredményét meg tudtuk ismételni, és a két tiszai szakasszal pedig tényleg a bodrognak a szennyezését tudtuk úgymond egy kicsit mérsékelni a Tiszán, hogy lefelé kevesebb hulladék érkezzen meg. A bodrognak a szennyezése 90-95%-ban nem magyar eredetű, így aztán a visszaváltási rendszer 50 forintos palackjai vagy fém hordozói, úgymond azokkal kevesebbet találkoztunk, hiszen a legtöbb hulladék Kárpátaljáról érkezik, a Latorca, Latorica, Ung folyókból, illetve hát ugye a Szlovákiából, az Ondaván keresztül, és amire Magyarországra ér, addigra már eléggé nagy a hulladék mennyiség, ami a bodrogon érkezik. Ez nem azt jelenti, hogy a magyarok nem teszik hozzá a magukét, de összesen az egész kupa alatt nagyjából egy zsáknyi 50 forintos palackot vagy fém italos dobozt találtunk. Ezért azt jelenti, hogy hát egy megerősített minket abban, hogy a magyar szennyezés ezen a területen nem annyira nagy mértékű, és az is, hogy ugye a visszaváltási rendszer miatt ez most ugye számszerűsíthető is, mostantól számszerűsíthető is lesz. A stúdióban vendégünk Szabó Tamás, akivel a következő percekben a jövő heti Tirpák Fesztiválról fogunk beszélgetni, úgyhogy nagyon figyeljenek a nézők, mert mindent megtudhatnak a következő percekben. Szia Tomi, jó estét!
Szervusz, jó estét kívánok mindenkinek. Igen, egy hét múlva szombaton és vasárnap újra Tirpák Fesztivál, illetve ugye a vasárnapi nap, a Nyíregyházi Bogrács és Grill Bajnokság napja következik. Egy nagyon összetett, nagyon tartalmas két nap elé nézünk, rengeteg fajta étellel, rengeteg főzőcsapattal és rengeteg színpadi programokkal, illetve az idei évben, mivel 1100 éve Európában és 20 éve az Európai Unióban programsorozat, hoz is csatlakozott Nyíregyháza, ezen programelemeket is megtekinthetik a látogatók. Hát akkor mondjuk most ugye péntek este van, akkor bele is kezdhetnek egy klasszikus bőjtbe esetleg, mondjuk egy 3-4 napig tartóba, hogy utána végig tudják kóstolgatni a kínálatot ugye itt a két nap alatt, mert például azt hiszem, hogy a tavaly évben tőled hallottunk először a rántott töltött káposztáról, ami megjelent a kínálatban. Nem tudom, hogy ebben az évben tudsz-e már valamit mesélni arról, hogy milyen gasztronómiai különlegességek lesznek. És hát persze vannak olyan ételek, amik visszatérő elemei a fesztiválnak, de hát annyira szeretik a látogatók, meg gyakorlatilag mi magyarok ezeket az ízeket, hogy azt gondolom, hogy elképzelhetetlen a fesztivál azok a nélkül, az ételek nélkül. Ez így van, ugye hagyományosan a tirpák ételekre épül a fesztivál, és illetve ezeknek az újragondolása. Ugye a tirpákok étkezésében a káposzta, bab, hüvelyesek, kevesebb hús, ez ugye idők folyamán változott, és egyre több húst fogyasztottak, ezek mind megjelennek, és mondjuk a rántott töltött káposzta, igen, amit tavaly, mint újdonságról beszéltünk, az akkora sikert aratott tavaly a két nap alatt, hogy nem győzték rántani a töltött káposztát, úgyhogy a káposzta neked csapat idén is kint lesz, jobban, még jobban felkészülve, több ezer adag rántani való töltött káposztát, ott tudni kell, hogy ők is frissen kész, frissen rántják ki ott a látogatók előtt, úgyhogy teljesen forró, meg lehet kóstolni különböző mártásokkal, az lett az új kedvenc, igen. De elképzelhetetlen, hogy a toros káposzta, a káposztás bableves nélkül, a lepcsánka nélkül, a sütemények nélkül, ezek mind ugyanúgy megjelennek, hogy az elmúlt években megszokták az emberek, ahogy várják is szerintem, hisz itt teljesen más lesz az étel, íze, nagyobb adagokba elkészítve, szabad tűzön elkészítve, mint ha otthon mondjuk 3-4 adagot egy család elkészít, vagy egy családanya. Én ebben az évben egyébként tettem rántott kovászos uborkát is, Szegeden van egy hely, ahol ez a specialitás, és az egyik kedves ismerősünk készített olyan töltött káposztát, amit nem paradicsommal, hanem a kovászos uborka levével öntenek fel, és az is nagyon-nagyon finom volt, úgyhogy tényleg szerintem azért, hogyha az ember elengedi a fantáziáját, akkor születhetnek még új remek művek, és lehet, hogy ebben az évben lesz is bőven. Hogy érdemes menni úgy, hogy az ember tényleg ott mindent végigkóstol, vagy esetleg arra is van lehetőség, hogy hazavigye, amit már nem bír elfogyasztani? Természetesen ugye az nem lehet minden végigkóstolni, tehát hogy sokan próbálkoznak vele, ez sajnos egy 20-30 fős csapat, főzőcsapatnál teljesen reménytelennek érzem én, hisz több félét készít mindenki, azért szeretné mindenki megmutatni a legjobb tudását. Ezért, mint minden évben, így is lehet, minden évben kint vannak, akik erre felkészülten eleve ételhordóval érkeznek, a csapatok egy részénél lesz is olyan edényzet, amiben elvitelre is tudják adni, hisz azért jó, ha meghal valami nagyon finom, és mondjuk nem tudta az egész család kijönni, mert valakinek pont olyan munkarendje van, annak érdemes hazavinni, hogy ő is megkóstolja, ne csak hallomásból tudja, hogy van ilyen. És igen, tehát a töltött káposzta Magyarországon 50 féle van lejegyezve, hogy lehet elkészíteni, és ezen túl még ugye van az erdélyi terület, illetve a Kárpát-medencében még több, úgyhogy ahányház annyi szokás szokták mondani, de ahány egy tájegység, kisebb település annyi féleképpen készítik el a szerintük igazi töltött káposztát, úgyhogy ebben nem szabad igazságot tenni, hanem szerintem csak nyitottnak kell lenni. Én például az erdélyi kaprós tejfölöset is nagyon szeretem, bár én nem hívnám töltött káposztának, de azért, mert én más vidékről származom. Tamás, mielőtt egyrészt már nagyon éhesek lettünk, másrészt pedig, hogy egy kicsi éhséget csináljunk azért a kultúrára is, vagy az egyéb programokra, arról is mesélj valamit. Így van, tehát a szombati nap reggel 10 órakor kezdődnek a színpadi programok is. Fel fog lépni a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium egy produkcióval, utána a tánctér, ugye ez már az 1100 éve Európában programsorozat részeként, a Nemzeti Táncszínház szervezésében a megyében lévő néptáncosok adnak egy 120 perces műsort, a Kelet-Európa Táncai 2024 címen, tehát ez a formáció, ezt még itt lesz az első premieres bemutatójuk, szerintem egy elég széles és nagyszerű kitekintést adnak majd a magyar tánc kultúrára, ami jelenleg is megtalálható.
Egy órakor érkezik a Four for Dance a színpadra, őt is nagyon sokan szeretik, és szerintem örülnek, amikor láthatják őket. Kettő órakor lesz egy eredményhirdetés, majd 3:30-tól egy könnyed zenei Ali Music Band fog fellépni, és utána este ugye 7:30-tól Majka, mint nagy fellépő következik a téren, ő egy 1,5 órás koncertet fog adni. Hát szerintem ott valószínűleg egyetlen egy tűt sem lehet majd leejteni. Készültünk rá, természetesen, hogy az idejében már kipróbáltuk, többletfal is le lesz helyezve a Kossuth téren a belső gyűrűbe is, illetve a Lutherház felé is kirakunk egy nagy kivetítőt, úgyhogy nem kell betömörülni annyira, mindegyiken ugyanúgy fog szólni a hang is, és ugye élőben közvetíti. Igen, ez jó, meg le lehet ülni akár ott egy szórakozó kényelmesebben. Kinek milyen igénye van, mert valaki azért ott szeret dühöngeni az első sorban. De azt láttuk, hogy életkörülmények és a megosztásból, tehát aki nem akar bemenni, azért, hogy lássa és hallja, azért a lett falak előtt elég hosszú távon lehet majd nézni, és úgy kicsit komfortosabb az idősebb korosztálynak, magamat is beleértve. Tehát. Na, de aki a mindenki táncolra akar táncolni, annak előre kell menni. Azt várjuk előre a színpad előtt, és nyugodtan. És vasárnap, ugye akkor meg lesznek a bográcsolások és így a verseny. Van. Ugye úgy van a megosztás, hogy a szombatra a nagyobb tapasztalattal rendelkező, akár profi szinten ebből élők főznek, éttermek, szakiskolák, ugye mint minden évben Sivkai Bencs megjelenik, versik, addig ugye vasárnap inkább a civileké, a baráti társaságoké, egyesületeké, alapítványoké, akik tényleg hobbi szinten. Nagyon jó ez, mert ők ugye nem ezres adagszámba gondolkodnak, de nagyon sokan vannak, tehát akár még több ételt és nagyon nagyszerű házisteményeket készítenek ugye vasárnapra. Hát azokat megkóstoljuk. Vagy, mert itt bepárásodott a szemed ennél előzni. Így van, tehát, és ugye ezek a hagyományos sütemények, ami nagyszerű cukrászipari termékek, ehhez képest teljesen más ízűek, és ugye mindenki van a gyerekkorát, ez a nagymama sütijei, ami még lehet, hogy szalakáréval készült, és ugye ez tudjuk, oké, az nem biztos, hogy annyira időszerű már, de az ízek visszahoznak emlékeket, tehát az nekem az egyik fénypontja a vasárnapnak, de ugyanúgy vannak ugye fellépések, ugyanúgy elkezdjük 9 órakor a színpadi programokat, helyi csoportok, egyesületek, alapítványok, tánccsoportjai, fellépői következnek, 1 órakor a Polip Band fog zenélni, 2 órakor itt is egy eredményhirdetés, hogy itt a Vándorselleg megy tovább, vagy meglátjuk, a csapatoktól múlik, és 3 órakor zárásként Tóth Gabi és a Friska táncegyüttes fog fellépni, és akkor ezzel zárul a nagy színpadi műsorunk. Emellett persze a tágabb értelemben egy Kossuth téren, de a Váci Mihály Kulturális Központ előtt, a Móricz Zsigmond Könyvtár előtt és a Kálai Gyűjteményben is lesznek ezzel összefüggésben programok. Mondjuk a Kálai Gyűjteményben a nagy sikerű Magyar Mennyasszonyok kiállításnak, ugye a tabló kiállítás változatát lehet megtekinteni 14-én reggeltől, az egy hétig marad, ugye aki úgy érzi, hogy ebéd után már nem akar, annak még lesz egy hete megnézni, de a Nemzeti Táncszínház ugye föllép nagy színpadon, de emellett a Csoda a tekezetben van, ez egy interaktív cirkuszi előadás lesz a Váci Mihály Kulturális Központ előtt, ahol a gyermekek vagy bátrabbak ki is próbálhatnak bizonyos cirkuszi mutatványokat, tevékenységeket, de lesz gasztróbusz, ahol a hungarikumokat lehet megkóstolni, hungarikum játszótér, élőszavas mesemondás, a Magyar Honvédség toborzó kampányával kitelepül szokás szerint a Posta utcájára, ott az érdeklődők akár robotkutyát is megnézhetnek, ami a felderítés ugye egyik új eszköze az a kutya, de lézeres akadálypályán haladhatnak, szimultán megnézhetik, mi történik. Hát minden, ami szemszájnak ingere. Tamás, én azt javaslom a nézőknek, hogy szombat reggeltől vasárnap kora estig tervezzék ezt a dolgot, csak közben szaladjanak és aludjanak egy picit, mert főzni nem kell, mindenféle finomsággal és rengeteg-rengeteg műsorral, fellépőkkel várjátok a kedves érdeklődőket, úgyhogy gratulálunk már így előre, mert nagyon színvonalasnak ígérkezik a rendezvény, és gondolom, hogy így is lesz. Köszönjük, hogy itt voltál és informáltál minket. Nagyon szívesen is várunk mindenkit. Kedves nézőink, a víkend végére már csak egy rövid vasárnapi program ajánló maradt, szintén gasztronómiai témában. Ha tehetik, látogassanak el a Sóstói Múzeumfaluba, ugyanis a Régi Magyarország Ízei Fesztiválon most utoljára vehetnek részt ebben a formában. Fogas Veronika és Fogas Domonkos mutatott be nagy dobronyi táncokat.
Szeptember 8-án szombaton hosszabban is láthatnak ilyet az érdeklődők, hiszen újra megrendezik a régi Magyarország ízei című gasztronómiai fesztivált. A fókuszban Kárpátalja lesz, érkezik majd a Sodró zenekar és a Kárpátalja tánc együttes. Ők azok a jó szomszédok, akikkel tulajdonképpen azért vagyunk nagyon jóban, mert szinte ugyanolyan jól táncolnak, mint a szabolcsmegyeiek. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy tulajdonképpen egy ismeretlen, vagy egy kicsikét olyan szürke folt a magyar nyelvterületen a kárpátaljai néptánc és népzene, ugyanolyan új stílus, ugyanolyan típusú építkezéssel, ugyanolyan virtussal és habitussal jelennek meg. Nagyon sok rokon dallam, rokon tánclépés, rokon elem jelenik meg, mégis egy picikét más. Hát ezért gyönyörű a magyar kultúra, és ezt szeretnénk megmutatni a Kárpátalja tánc együttessel, Sikentánc Szilveszter vezetésével és Váradi Éva vezetésével. A számos kiegészítő program közepette a gasztronómiáé lesz a főszerep, hiszen a töltött káposzta is máshogy készült tirpák vagy sváb kezek alatt. De lesz ukrán barenyiki, vagyis krumplis dereje, málékásás meggyes sütemény és csokis kávés egy tojásos desszert is. És persze sok minden más, ami szemszájnak ingere, a közel 20 főzőcsapatnak köszönhetően. Kiemelem mindig a legkedvesebbet számomra, természetesen az a tiszavasvári zúzoslé, egy lakodalmas, nagyon finom tyúkhúsleves. Ezen kívül a gólyafos sem maradhat el, már vannak vendégeink, akik keresik ezt a finom édességet, de lesz itt mindenféle káposztás étel, nagyon sokféle babos étel, babfőzelék, rengeteg palacsinta, hát krumpli, a mi megyénkben egy főtáplálékforrás, lepcsánkát is kóstolhatnak mindenféle formában, és természetesen, hogyha egy kicsit kitekint a kárpátaljaiakra, ruszin ételeket is kóstolhatnak a vendégeink. Sajnos nem tudom jól visszaadni a ruszin megnevezését az ételnek, de ízletes finomságok lesznek majd kóstolhatóak ezen a napon. Kedves nézőink, ennyi fért a mai Weekendbe, én mára elköszönök, kellemes hétvégét és jó pihenést kívánok kollégáim nevében is. Jövő héten pedig tartsanak velünk ugyanekkor, hiszen lesz még Vidor Fesztivál és egy új nyíregyházi táncos tehetségcentrumról is beszélgettünk majd. Addig is viszontlátásra!